Mehet, folytathatjuk. Kap egy üzenetet a nézőknek, mert meglátod. Hülyeségért megállítani, bassza meg. Nem hiszem. Tararapapapapam. Majd ebay-en kell valamit izé válaszolgassak meg minden. Ez nem ért volna rá 10 perccel később. Mindegy. Nem látja, hogy vidd. Na, szarok. Tururututu. Hol is tartottam? Kizökkentem. Na. Hát itt az Action 52-ról beszéltünk. Én. Van még continue. Van még? Azért? Ó, örülj neki. És ennyi is volt, lol. Ja, hogy a pályának még vége sincs. Az szép. Az szép, jó, jó. Akkor ezentúl, amikor már amúgy vége lenne a pályának, akkor még egy ilyen. Jó. És ugyanaz a zene van, basszus. Na nem baj. Ez is ilyen labdákat dobál, beszarok, hogy valami golyókat, vagy gés a golyót, hogy milyen rákat. Ugyanaz a, ugyanaz a, az ellenfél, csak más grafikával. Vajajajajajaj. Azaz. Ne gyere te. Ne küld már OC a fájlokat, elfelejtette maga elfoglalatra rakni, ez belehallatszódik majd ez is, na nem baj. Á, most tudja, hogy nézi a videót, ha nézi, bár nem hiszem. Meg fogja nézni, nem is baj. Akkor tudja, hogy most röhög. Itt én vagyok a hülye, hogy nem raktam magam elfoglalatra, szóval valaki most behív kofot kezdeményezni, biztos, hogy bejönne az ablak itt az arcom közepébe, és üvöltene a Skype, mint az állat. És akkor mérges lennék. Ne, azt a hangot nem bírom ki, hallod. Ez iszonyatosan szar lett, megváltoztatom. Egyszer volt, hogy konfot indítottak, mikor éppen felvettem Virtual Nash-ből egy ilyen zenét. Ez kellemes volt. Fú, hát nekem is, amikor játszom, basszus, ez megjelenik a Skype hívás, minden bejelentkezik mindenki. Mondjuk az MSN az még mindig rosszabb, amikor rád írnak, és iszonyatosan idegesítő hangi du-du-du, és a Facebook chat, az is basszus, megijeszti az embert néha. De hogyha valami lelkismeret furdalásom lenne, nincsen. Legalábbis én nem tudok róla, hogy bármi rosszat tettem volna. Aztán lehet, hogy mégis. Csak akaratomon kívül. Kinek mi a rossz? Nem tudom. Ma is osztálytársamnak összetörtem ezt a gyönge lelkét, mert mondtam neki valami egyszerűt. Nem azért, mert megsértettem, hanem mert kimondtam az igazat róla. Nem azért, mert köcsög vagy ilyenek, csak itt izé... Ja, na, az a gyerek, akit nem akarom mondani, mert nem biztos, hogy ez másokra is tartozik. Nem, az másik. Csak azt mondta, hogy ne nézek rá ilyen lenéző módon. Nem néztem rá se olyan. Most sem tudom, hogy nézek. Tehát... Most hogy? Baszat, azt hiszed, látom a saját arcomat? Hát hagyjad már. Ugyanolyan farca csinálni. Hát nem vagy ilyen tükörhobbit, gondolom, hogy... Hát nem. Ilyen iPhone-sal, ami két kamera is van, és akkor tükörnek használom. Ő azzal nézegeti magát. Ő azzal nézegeti magát néha, úgyhogy... Na mindegy, nem lényeg. Arról beszélgettünk éppen, hogy mit tudom, ilyen külföldre kimenetel meg hasonlók, de... Igazából az a tény áll fönn, hogy ön, mit tudom én, nem érzi magát elég magyarnak, hogy a rák tudja, nem is érdekel, de tudod, az van, nem tudom kit hogy érti ez a, ki hogy érti ezt a mondást, hogy oda szarik, ahol enni kap, tehát mint a kutya, tudod. A vetkölte. Na, úgyhogy ez volt az egésznek a lényege, nem mondom ki a nevét meg semmit, vedd fel azt a disznót, mert neked szükséged van rá. Hát de neked nem az a legeslegutolsó életed? Teszek rá, hát most... Úgyis egy órás már videó bőven. Sőt... Ja, hát legalább nem haltunk meg az elején, és próbáltuk ugyanazt 520-szor. Mert én arra számítottam be, való őszintén. Nem, hát itt is egy próbálkozás lenne, tehát most... Az lenne, hogy...
egyszer game over, azt annyit, tehát most nem kezdjük újra meg semmi, mert hát most már persze. A rák fog ezzel még dolgozni, hogy izé összevágja meg, kiszedje meg minden francokat. Ezért nem igényesek a videóim, mert nem csinálok semmit velük. Sose. Ez nagyon ritka dolog, hogyha én valamit működök Vegasszal, vagy akármi mással. Le is szedtem, mert elbasztam egyrészt. Sikeresen. Dögöljön már meg, azt adja a boszt. És még nincs vége. Ez kibírhatatlanul hosszú. Na nem baj, és ma 21 óra 8, ugye 4:10. Csessze meg. Oh. Lehet, hogy ez a game overnek hamar be fog következni, bár nem direkt fogok meghalni meg semmi. Na nem baj. És akkor utána mi lesz, én ölessem meg magam? Dehogy is. Hát addig játszol, ameddig van életed, meg minden. Hát az a lényeg, hogy menni tovább, eljussunk. Nagyon végig játszani akarunk, akkor rágyakoroltunk volna. De nem tettük ezt. Nem is lényeges szerintem annyira. Azaz. Na végre, végre már! Hát, meddig tart ez? Így, de begyorsult a zenedik. Na most jön ez az izé. Ez az utolsó boss. Ez a Balking Tian, de hogy is. Szedfő, csak nem kéne rádobáljam. Hát takarodj már innen, te rohadt. Na itt már sprite limit az néhol bejátszik. Elkezdett villódzani. Ennek a bossnak az állása, hogy watch out, we got a badass over there, de tisztára ugyanaz. So hard. Szamar el lesz intézve. Ez a csáv az iszonyat puding, ez nem... Ez az... Ja, és nem is olyan nehezek így a bosszok összességében, csak azért, mert... Csak a pálya szar. Ez az iszonyat hosszú. Ah. Na, óristen, hát... Kicsit nagyon megsebzett. Vigyázz, hogy azzal ne találja, nem, mert akkor szerintem már innen meghalsz. Na, látod, már sárgálik a kis köcsögje. Osztálytársam mondta egyébként ma, hogy izé elütöttek valakit Gyömrön, már vonat elütötte. Csak azt nem tudom, hogy a kurva életbe történhet ez? Tehát nem hallja, hogy jön valami? Vagy tök süket? Hát állítólag süket volt, vagy mi? Na volt, nem, ez most egy másik. Ez ma volt konkrétan. Ez ilyen népi szokás ott nálam. Nem, csak ennyire fogyatékosak néha az emberek itt. Basszus, ez annyira cink néha, amit művelnek. Ugye én nem vagyok tőzsgyökeres Gyömrői, azt én nem szoktam meg, hogy az út közepén mennek, meg minden. A kisgyerekes anyukák is ott tolják a szekeret, meg mindent. Mert megállnak az út közepén beszélgetni, baszott nyugdíjasok. Mész autóval, azt ott beszélgetik meg a tegnapi barátok köztet. Na mindegy, ezt mindjárt kinyírjuk ezt a... Ez nem az az, hogy a csávó volt, aki ott a bejátszásokban is volt? De azért hát mondom, hogy lehet, hogy ez az utolsó boss talán. Nem, ez nem ez az. Emlékszem rá, hogy nem ez az. Mert még van egy pálya, még a kínai nagyfalnál nem voltunk, az meg egy későbbi pálya. Az mi? Azt hittem még megölt. Á, dehogy. Mikor én nem tudtam már mozogni. Na, itt van. Hát ez kurva szép. Van egy olyan érzésem, hogy nem lesz feje egy negyed óra múlva. Hát azért így bicsorít, hogy na, léptessük túl, mert úgyse értjük. Na igen, most a kínai nagyfal, akkor már nincsen túl sok hátra. Na most már van ezek a marionettek, ami a rák ez ilyen. Ja, mert az én karakterem az ezen a pályán megy a bejátszásba az elején. Azt hiszem. És most csak a predátorok ilyen nagyon ultra brutál módon. És ezek fölrobbannak, lol.
Nem tudom, hogy az ókori Kínában ezek hogy szerepeltek, vagy középkori, bocsánat. Nem vagyok teljesen penge. Vagyok teljesen penge már történelemből. Ugye már elég rég érettségiztem belőle. A lőpók az már az ókorban is volt, tehát robotjaik nem hiszem. Hát ilyen fejlett iparral, mint ami nekik van, nem csodálnám, hogy... Meg ilyen nagy, hát... Ilyen nagy népességszáma, még az is elképzelhető, hogy így emberek vannak benne, és akkor így... Rájuk van kötve ilyen dinamikus, vagy nem tudom. Csak mondom, de tényleg robotok! Lol, és fölrobban is megsebez mást is, király. De ezek tényleg robotok, mert így ilyen elektromos biztos van ott. Csak mondjuk nem kéne közel kerülni hozzájuk, amikor meghalnak. Jéj! Mehetünk. Azaz. Azaz. Nem szabad még, csak föl se keljen. Úgy van. Ez a páros, ez például egész jó. Lehet, hogy a melák meg... Hát ilyen melák meg az öreg az is jó páros lenne ilyen szempontból játszani. Csak az abban az öreggel, hogy izé iszonyatosan hosszú az animációja, amíg támad. Ezt kb. Kicsinálnak az első pálya negyedénél már. Mert nagyon hatótávja az tény is nagyon jó, de... Hű... Hasonló, mint a csaj. Legalább arra nem lehet panasz, hogy minden egy karakter ugyanaz, csak más kinézettel. Valami 5 vagy 6 frame az animáció, amíg támad, az alatt meg lazán mögén mennek. Aj. Na lehet ebből mégiscsak végigjátszás lesz a végén, nem csak játékmenet. Ja, hát... Hát jó, ameddig. Persze, hát... Az elején már leve azt mondtam, hogy úgy csak fog sikerülni, de hát... Szerintem meg a játéknak a 3/4-énél vagyunk talán. Ilyen szempontból, hogy nem szabad rám hallgatni. De miért? Az nem én... Az nem az a droid, akit te keresel. Na, azaz, de... Azaz. Hát, pedig azt hittem, mert megúszolom, hogy nem talál, mert épp támadok. Aj, így van. Pedig azt nem úgy akartam. Én voltam a hülye, mert csak ott ugráltam. Nem azért. Csak rádobtam a tört. Most is sem mondtam mondjuk a szemét, de... Azaz. De milyen jó, hogy egy törtől így hátra dobódnak, pedig nem kéne. Az nem shotgun volt. Na, bár nem tudod, hogy kiről beszélek, mert nem hiszem, hogy megnézted, hogy ki az a Ohá Tamás azóta. Fingom sincs ki az. Csak azt hiszem, a reaktor mindig nagyon orrorra, nem tudom mi a rákér. Ne kéne felejtse. Lehet, hogy már nincs is YouTube fiókja, meg semmi, csak... De van, de már így 3 éve nem lépett be, és ugye a videói alatt ilyen rasszizmus háború alakult ki. Őszintén szerintem csak videókat néz T-Rexitől már, vagy nem tudom, tehát... Szóval felesleges, hopp, vagy. Na azaz. Mondjuk ebből se lesz HD videó, azt elmondom, max 640x480. Mert a MD-ig a bandikem abba vesz fel most nekem. És nem szabad, hogy akadjon. Bár a proci kihasznál, csak ha jól látom, akkor á, valami ez mekkora izé volt. 90%-os. Azaz. Mondjuk a kínai nagyfal elég hosszú, de nem akarok a végére elmenni. Na, hogy láttam, itt már vége van. Hát de elhiszed, hogy még egy ilyen pálya részt tesz, mint az előbb. Hát jó lenne, ha nem. Kicsit már kezd unalmassá válni. Az a vicc, hogy
ebbe kevesebb zene van, mint például amit mi csinálunk eddig, vagyis amit te csináltál zenét ahhoz a dologhoz. És még szerintem a felénése járok. Az biztos. Mert mindig kitalálok valami új baromságot, hogy hát legyen egy egész új része a játékot, csak azért, mert én ilyen zenét tudok írni. Hát meg még egy csomó karakternek nincs zenéje. Például. Az meg majd csak úgy jön, mikor jön. És mennyi continuum van? Komolyan van még egy? Vagy öt van? Vagy mennyi? Beglitchelt a játék, azt most végtelent ad? Na nem baj. Vagy lehet, hogy a két játékos miatt. Mondjuk az lenne a szemétség, hogyha úgy lenne, mint a... Alien Stormba, hogy osztoznak a krediteken a játékosok. Tehát ha egy játékosod van, akkor is hármat kapsz, ha kettőt, akkor is. Ez elég szopatos. És nem úgy van, mint a játéktermi játékban, hogy a fegyverenergiád nem megy le, hanem az használod, akkor megy le, és ha elfogy, akkor szopacs. Ez meg ugyanaz a nagyjából, mint az első pályán, csak most nem ég a tűz a földön. De sajnos igazam lett. Ez is ugyanolyan pálya. Na nem baj. És azt mondták, hogy ez a játék mennyire, a karakterek mennyire nincsenek kibalanszolva benne. Szerintem így teljesen jók. Na, gyertek már vissza, na. Azaz. Még ennek a dobásnak is van egyébként hangja, csak azt nem hallani. Nagyon halk. Csak annyit veszel észre, gondolom, hogy addig a zenéből így. Nem, semmit nem venni észre. Akkor jól csinálták a dolgot. Gondolom a zene nem használja mind a 6 FM-et, aztán ennyi. Nincs benne PCM tényleg, tehát... Szerintem a PSG-t az használja, de nincs benne PCM. Tehát akkor nem használja ki mind a 6 FM-et. Szerintem olyan 4-et. Hát de, mert végül is úgy van, hogy a 6-os játssza a PCM-et, de nem kötelező. Az is tudja ugyanazt az FM-et, mint a többi. Hát úgy, igen, hogy PCM-et nem játszik, nincs a játékba. Ez is csak nekünk fontos információ. Meg hogy milyen instrumenteket használ. Szerintem azt meg a Sonicból szedték ki. Vagy valami ja, Data East ja, játék. Ezeket a, nem tudom most, hogy milyen a zene, mert én nem hallom, ezeket a tú hangokat kellene kiszed, ha tudod. Nem hát lehet, az nem a baj, nem indítja el az emulátor a játékot, mert ez egy régebbi verziója. Mert ugye ezt Genshbe játsszuk, mert a Fusionben nincs debug mód. És nem lehet dumpolni, nem értem miért nem csináltak bele, pedig sokkal jobb lenne. Hogyha straktak volna bele egyet. Hát mert így úgy van kb, mint a, hogy van a virtuális, meg a FC Ultra, meg ezek, hogy az inkább ilyen TAS, meg fejlesztéshez van, a virtuális, meg így csak játékhoz. Bár annyira azért nem nagy a különbség, mint itt. Hát van például, ami szerintem még virtuálisban mai napig nem megy rendesen. Ilyenne például a Time Lord, ami szerintem virtuálisban még ugyanúgy nem játszható ki, mert van benne egy bug, ami hát meg... Hát meg miért lenne, mert így 2005 óta szerintem nem volt annak frissítése. Az meg a másik. Mondjuk azt nem tudtam, nekem virtuálisban ez általában jó szokott lenni mindenre. Mondjuk Time Lord-ra nem meg... is játszanék, a szar. Persze, meg hát úgy egyáltalán szerintem jobb, mert így nem tudom, hogy így baj lehet az OpenGL cuccokkal nálam, de így néha egy rohadtul szar a másik. Hát nekem ez a videokártyám, ez semmi gond ezzel konkrétan. De hogy nézem, proci kihasználtságot, 91%-on vagyok, az elég durva. Mondjuk MP2-be kódolom a videót, felvételt meg mindent. Meg játszunk, és meg Netplay, meg Skype, bár ezt el kell, hogy bírja. Ha már azt elbírta, hogy volt, hogy a Fraps meg a Bandicam egyszerre vett föl, Skype videokonf, és Portál 2. Mert nekem például úgy van, hogy van egy Bandicam-es, meg egy Fraps-es felvétel is némely részről. Azt a Bandicam-est azt kitöröltem, mert az akadt egy picit, a Fraps-es meg tökéletes volt, csak azt magyarázza valaki, hogy ez miért jó. Tehát hogy az egyik jó, a másik meg nem. Proci természetesen fura ki volt használva, tehát
Az képest, hogy csak egy öreg AMD mennyire jól terhelhető. Ja, jó melle van a csaj karakternek, de ezt most ezt nem utogassuk. Nem mint hogyha valaki erre ezekre a pixel dolgokra izgulna. Inkább is gondolom, hogy nem. Hát ez... amennyi ember van a Földön, bármi lehetséges. Vagy kínai kalózjátékra, aki ráizgul, az már nagyon beteg. Hogy... van az... Uff. És milyen kevés életünk van már relatíve. Hát jó lenne egy feltöltés azért. Lehet, hogy majd kapunk valami zsírdisznót. Na, azt meghagyom neked, nincsen neki sok. Ja, ilyen kis izé Molnár Dávid elleket. Jaj, az nem az a pöcsmutogatós gyerek? De. Az is azt hiszem vecsési. És akkor izé, jaj, az. És akkor az alá bevágta a szem el, vagy Vizor is azt a Action 52-ból azt a nem tudom tovább. Ja, ez sejtem melyik, de... És ennyi az egész. De komoly, tehát YouTube-on azért már ne égesse így le magát az ember. Ja, meg az a ezért Commander Keen-es videó is, hogy ott meghallunk. Szerintem ez az end boss. Na. Ne, de miért dobom el? Jéj! Ott egy Death Snow. Ez lehet, hogy az end boss. És meghaltál. De ez... hát ez nagyon fail. Ilyen majom ez már, basszus. És meg most meg is sebződtem, úgyhogy nekem jó lenne. Jó, hogyha távol tartom magamtól, akkor oké ez. Az a jó, hogy itt nem kell az meghalni teljesen, hogy rájöjj, hogy kell győzni. Jó, ez oké. Nem kell ennek sok, nem kell ennek sok. Nekem se kellett sok. Azt a durva anyját. Engem miért talál el mindig ennyire? Nem kell neki sok, figyelni. Majd foglalkozok ezzel itt. Na, én itt megpróbálom lefoglalni, amennyire lehet. És akkor... csak üssed. Ezzel a karakterrel lehet a legjobban kinyírni, ez nagyon furcsa. Pfú. Azaz. Hát tényleg nem kell neki sok. Az anyád. Érzésem, hogy nem fog sikerülni. Fog, sikerülni fog és kész. Kicsináljuk ezt a köcsögöt, azt kész. Mert tudod? Csak mondjuk... De miért? Why you motherfucker? Csak miért spammol be nekünk? Spammol ilyen gyökereket? Dob már el, azaz. Nem. Hát rajtad van a világ szemezéje, mert hogy nekem itt ennyi volt. Csak poly lenne ez lenne az endboss, de gyanítom, hogy ez az. Azaz. Ez a lófasz élettel. Hát nem sikerült. Várjunk csak! Van még egy. Van még continue, beszarok. Akkor nyírd már ki. Hát, akkor úgy lehet, hogy rohadtul játszottam. És az a vicc, hogy szerintem ugyanannyi energiája van, mint amennyivel nem. De. Még az energiája is megmaradt, csak ezt ne bénázd el. Ó, már csak egy. Ja, hogy újra töltött, de szemét. Vagyis hát nem szemét, mert mi lenne az? Na.
sikerült így odaszorítanom kicsit. Az rohadt. Hát de fölkelni. Ó. De nekem miért nem engedett még egy continue-t legalább, na. Annyira kevés volt, pedig már hátra neki halad, ez... Azaz! Van itt az ellenfelekkel fogom így állandóan leütni, és nem érdekel, hogyha 6 óráig fog tartani. Hát nem fog 6 óráig tartani, mert mindjárt kicsinál. Aj, ráadásul az olyan picsányi életet veszt le tőle, hogy semmit nem ér. Na, de ez már az utolsó csíkja. Nem. Vagy de? Lehet, hogy az. Igen. Ah! Hát akkor, drága emberek. Ennyi volt. Az utolsó boss kicsinált mindkettőket, kész. Pedig már nem kellett volna sok hozzá. Na, nem baj. Összességében érdemes kipróbálni, és valószínűleg egyedül nem fog sikerülni. Felejtsd el! Ez csak ketten. Na, úgyhogy mit tudom én, köszönöm mindenkinek, aki itt volt. És sziasztok! Te is elköszönhetsz. Ja, sziasztok!